Nagyon szép estét kívánok a mobilon, na tévén megbecsült nézőjének, és hát ez ugye a szerda esti adás, aminek a főszereplője egy táblagép lesz, mint ahogy azt a Bong meg is írta a fölvezetőjében. Hát ugyebár ez egy vétek gyártmányú készülék, amiről hát elég sokat lehet beszélni, külsőleg, belsőleg, minden téren, de mielőtt ezt elkezdeném és megtenném, nagyon szépen kérlek titeket, hogy jelezzetek vissza, hogy képhang oké-e. Ez meg is történt többszörösen, szóval a hiba innentől kezdve nem a mi készülékünkben lesz, hanem lesz hang vagy kép. Na szóval a mai vétek táblagép megnevezése az az Xtab 79 QCI. Hát, hogy most ez tetszik vagy nem tetszik, ez a név a felhasználóknak az egy másik kérdés. Most nyilván ebből lehet egyébként következtetéseket levonni, hogy a 79 az valószínűleg a 7,9 inchre vonatkozik. Persze, hát ez nyilván most csak egy agyszülemény, tehát nincsen megerősítve ez az információ. Viszont tény, ami tény, külsőleg nagyon hasonlít egy eszközhez ez a masina. Én őszintén szóval beléptem a szerkesztőségbe, amikor ez a gép ide került. Megláttam és már megkérdeztem, hogy került hozzánk már is az iPad Mini 2, mert tényleg azért baromira hasonlít a kettő egymáshoz. Nyilván előről, tehát hogy azért ha már megnézzük az oldalát, vagy főleg a hátulját, akkor már rájövünk, hogy abszolút nem ugyanarról az két eszközről beszélünk, de ez egyáltalán nem negatív hang ahhoz képest, hogy hasonlít valamihez. Igazából a mai világban már tényleg arról szól a mobil kommunikációs iparág, vagy akár a tablet piac, hogy egymástól valamennyire elveszik az ötleteket, átveszik az ötleteket, hogy szép szavakkal éljek. És ez nyilván azért van, mert egy táblagépnél nem lehet azért a végletekig tervezni a dizájnt. Tehát, hogy nyilván lehet vékonyabb, nyilván lehet egy kicsikét keskenyebb a káva, de ezen kívül sokfele nem mehetnek a dizájnerek a megalkotáskor, hiszen azért bele kell, hogy férjen egy 7-8-9-10 dolas kijelző egy ekkora házba, ráadásul van egy képernyőnk, ezen kívül egy előlapi kameránk, más nagyon nem lesz szükségünk, tehát előlapon nem fognak sokat változtatni, tényleg majd azt fogjuk megérni pár éven belül, 1-2-3 éven belül, hogy a kijelző körül szinte lesz egy 1-2 milliméteres vagy 1-2 centiméteres kis csík, ami a keretet képezi, de teljesen nem hiszem, hogy eltűnhet, mivel hogyha megfogjuk kézben ezt a kis masinát, akkor egyszerűen kényelmetlen lenne az, hogyha nem lenne egy icipici keret, ahova támaszhatnánk a kezünket, vagy pedig tényleg, ha nem lesz keret, akkor a kijelzőt fogjuk letakarni. Na, százszónak is egy a vége, igazából azt lehet mondani egy első ránézésre, hogy jól néz ki ez a kis gépezet, és ugyebár 40 000 forint körüli vételárával nem tartozik ugyan a legolcsóbb tabletek közé, viszont abszolút az olcsóbbak közé sorolható, ami már eleve egy előnyös szempont, de hogy mit is tud pontosan, azt majd mindjárt meg fogom mutatni. Ugye annyit a gyártóról, hogy ők is inkább az európai piacot veszik célba, viszont Kínában gyártatják az eszközöket. Ugye nagyon fontos tudni, hogy ezek a tabletek, ezek a készülékek azért is hasonlítanak ennyire egymásra, mert Kínában van több gyártósor, többen foglalkoznak kisebb vállalatoknak az igényeivel, és hát igazából mindenkinek megvan egy lehetősége arra, hogy most ez van, ezt lehet ennyi pénzért rendelni, nyilván abból kell gazdálkodni, meg kell nézni, mit bír a piac, mire van igénye a piacnak, és onnantól kezdve a megrendelés az ettől függ. Tehát most ne lepődjünk meg, ha egy vétek, egy Evolveo vagy másik hasonló kínai, vagy Kínában gyártott készülék hasonlít egymáshoz, mert valószínűleg ugyanazt a koncepciót dobták föl nekik, hogy most ebből, vagy ez van ilyen áron, és azért nyilván a jobbat fogadják el ezek a gyártók is. Szóval maga a vétek azért feltörekvőben van, ugye emlékezzünk rá, hogy régen is volt több tabletjük, az első ilyen 7-szolos, 7-8-szolos, vagy pontosabban 7-szolos, az ugye még ilyen sima TFT kijelzővel érkezett, és hát nyilván az még csak a kezdetek, vagy inkább az, hogy a kezdeti sikereket előremutató kis gépezet volt, de hát nyilván egy ilyen megjelenítővel nem lehet labdába rugni. Utána jött az IPS, jött a nagyobb felbontás, most pedig design és minőség terén is abszolút élen járnak. Szóval meg is mutatom, hogy mi van a dobozban, mi az, amire számítsunk majd, hogyha esetleg vásárolunk egy ilyen táblagépet. Hát most ügyesen bent hagytam egyébként a doboznak a tetejét, ezért elnézést kérek tőletek, de majd, hogyha kell, akkor ki hozom közben, mert most már nincs is senki, tehát mindenki haza húzott, mindenki alszik, vagy vacsorázik, vagy ilyesmi, így nem tudok megkérni senkit, hogy most jöjjön ide nagyon gyorsan. Lényeg az, hogy van egy dobozunk, tetején természetesen a véteknek a táblagépének a képével, és hát itt fekszik maga a cucc.
egy ilyen kis zacsi van, és ha ezt kihelyezzük, akkor igazából két kis fakkot kapunk, az egyik mögött rejtőzik ugye a töltő adapter, és a vége is egyébként egy külön csatlakozó, tehát majd ezt el is mondom, hogy micro USB-n keresztül nem tölthető ez a táblagép, amit én, illetve Bog is mind a ketten hát hátránynak rójunk föl, mivel azért nem árt, hogyha micro USB-n keresztül is tölt egy ilyen táblagép, főleg a 7 szolos verzió, még a 10-esek nem mindig bírják ezt el, viszont a 7-esek azok igen, meg a 8-asok is. Ugye két dolog van még itt a doboznak az alján, azon kívül, hogy természetesen egy ilyen quick start guide, tehát egy ilyen gyors üzembehelyezési útmutatót találunk. Ez a kettő pedig egy micro USB kábel az adatok másolásához, illetve egy USB OTG kábel. Ennek örömére én hoztam is egy pendrive-ot, amit meg is fogunk nézni, hogy hogyan működik. Egyáltalán kezeli-e a rajta lévő zenéket, képeket, stb. De ezt majd egy kicsikét később. Itt van maga az eszköz. Jól látható tehát, hogy eléggé hasonlít egyébként az iPad minire, de mondom, ez teljesen hidegen hagy engem, igazából az a lényeg, hogy jól néz ki, és ez a legfontosabb. Ugye jól látszik, hogy hát nem is, hogy látszik, hanem 201 mm x 135 mm x 8 mm egyébként ennek a dimenziója, és 344 gram, amire azt mondhatnánk, hogy nem sok, viszont ugye kijött az iPad Air, ami 450, nem tudom, 9 grammos, és 10 hüvelykes, tehát ahhoz képest ez nehéz, de az átlag 7-8 szoros tabletekhez képest abszolút nem az, teljesen átlagos, kézben jó fogni, könnyű is tartani, hosszabb távon is, nem fog elfáradni tőle a kezünk. Fölül láthatunk egyébként egy előlapi kamerát, illetve egy hát fényérzékelő szenzort, alul viszont itt nincs semmi, mint ahogy a kereten sincs semmi más, így átugrunk a hátlapra. A szemfülesebbek rögtön láthatják, hogy hátlapi kamerát nem kapott ez a masina. Én ennek borzasztóan örülök, főleg az, aki majd a cikket írja, mert egy ilyen tabletnél eleve nem várhatunk jó kamerát, illetve én még mindig amellett vagyok, hogy tablettel csak a Kínából, Japánból érkező turisták fotóznak. Egyébként nagyon ritka szerintem, hogy valaki főleg itthon elővegyen egy ilyen készüléket fotózásra, meg igazából ott az okostelefon, tehát most fölösleges egy ilyen áru készülékkel bajlódni. Van ugye egy VTEC feliratunk, és ezen kívül itt van egy sorozatszám, ami nyilván senkit sem érdekel most. Bal oldalon nem találunk semmit, mint ahogy jobb oldalon sem. Ebből következik, hogy az alsó és a felső rész lesz kihasználva. Az alsó két hangszóró nyílást tartalmaz, a felső rész, vagy hát igazából attól függ, hogy honnan nézzük, lehet egyébként ez baloldali is, viszont több mindent rejt magában. Jól látszik, hogy itt van egy microSD foglalat, ami elvileg 32 GB-os kártyákat tud fogadni, egy 3,5 mm-es fülhallgató kimenet, avagy jack-kajzat, és itt van az előbb mutatott töltő csatlakozónk, tehát ezen keresztül lehet a táblagépet 100%-osra feltölteni. Nagyon jó hír, és egyben rossz is, hogy mikro HDMI kimenetünk van. Ez annyiból jó, hogy egyáltalán van HDMI kimenet, annyiból viszont tényleg negatív, hogy kell hozzá majd egy olyan átalakító, vagy egy olyan kábel, aminek az egyik vége HDMI, másik mikro HDMI, tehát nem az a régi első réteg gépeknél megszokott HDMI szabvány. Van egy micro USB csatlakozónk, van egy hangerőszabályzónk és egy bekapcsoló gombunk, mindezek mellett pedig egy kis mikrofon terül el. Mikrofon az? Igen, elvileg mikrofon lesz az. Ha pedig nem, most ezt így meg nem mondom, akkor egy reset gomb, ez is jellemző egyébként a Kínában gyártott készülékekre, hogy egy reset gombot helyeznek el, ami azért mindenképpen előnyös abban az esetben, hogyha teljesen szétfagyna az Android, mert hát ilyenre is van példa. Megnézném egy pillanatra a fórumot, hogy mi a helyzet, vagy mik a kérdések. Előzetesen elolvastam, de most megint ránézek. Egyébként igen, a 700 QCI az lehet, hogy töltött microSB kábelről, viszont ez nem tölt. Tehát akárhogy is néztem, nem bírtam tölteni vele. Most lehet, hogy ez ennek a készüléknek a hibája, lehet, hogy átlagos. Én nyilván e szerint kell, hogy megítéljem a dolgokat. Hangszóró minőségére pedig ki fogok térni. Na szóval, itt van a kijelző, hát igazából annyit lehet elmondani róla, hogy egy 7,95 hüvelykes,
IPS panelről van szó, ami egyébként 1024x768 pixel felbontással bír. A fényel egyébként egészen elképesztő ahhoz képest, hogy miket szoktunk mérni. Nyilván, vagy azt hiszem most nincsen a maximumon, de majd mindjárt ezt megnézzük. Minden esetre olyan 430 nites fényerővel bír ez a panel, ami azért bőven elegendő láthatóságot eredményez nappali erős fényviszonyok között is. A betekintési szög természetesen hibátlan az IPS kijelzőnek köszönhetően, ugyanaz a panel egyébként, mint ami az iPad mini most már egyben, vagy a Retina nélküli iPad miniben van, teljesen ugyanaz, ezt beszéltem is anno egy-két emberkével, hogy most már Kínába is eljutottak ezek a kijelzők, és ezt szerelik ezekbe a masinákba. Hát mi van a motorháztető alatt, ami még egyébként érdekelhet mindenkit? Ugye hát ez egy Rockchip RK3188-as chipset vagy lapkakészlet, amiben egyébként egy 4 magos 1,6 GHz-es skálázó processzor is található. Fontos, hogy mind a 4 mag A9-es, Cortex A9-es, hát nyilván ennél van már fejlettebb, van már sokkal kevésbé fejlettebb processzor is. Azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen középkategóriás eszköz. Kevés olyan Kínából érkező cucc van már, amiben lassan nem csak 4 magos hardware van. Van még az MTK6572, ami nagyon tartja magát telefonoknál, főleg az alsó kategóriában, de igazából most már legfőképpen a 4 magos lapkakészletek terjengenek ezekben az eszközökben. A 8 GB-os belső tárhelyből olyan 6,1 GB-ot tudtunk felhasználni, de mint említettem, van microSD helyett microSD foglalat, ami 32 GB-os kártyákat is fogad. Igazából, ami még fontos lehet, az az 1 GB-nyi RAM. Írta is az egyik fórumozó, hogy 2 GB-ot várt volna. Lehet, hogy lehetett volna benne 2 GB. Én annó, mikor egyébként erről a készülékről először tudomást szereztem, akkor még kérdés is felmerült arról, hogy legyen benne 2 vagy 1 GB. 2 mellett voksoltam, viszont még mindig annyival több a 2 GB-ra modulnak az ára, hogy így lehetett csak tényleg kedvezően kihozni. Plusz ezen az áron szerintem az 1 GB-ra még mindig elfogadható mennyiség. Amit még tud, 802.11 BGN szabványú Wi-Fi, van benne szerencsére Bluetooth csatlakozatadási lehetőség is. Szóval, amit egy ilyen áru tabletnek tudnia kell, azt ez a gép tudja is. Menjünk rá egy kicsikét a szoftveres kínálatra, hiszen lekapcsolva a villanyt, az lesz a következő fontos rész. Ugye a legelső, amit egyébként mutatnom kell, hogy milyen Android fut ezen a táblagépen, ez pedig rögtön ki fog derülni, 4.2.2. Muszáj kiemelnem azt is, hogy mondták a vétekesek, hogy megjelent egy szoftverfrissítés is, ami egyébként főleg bugfix, illetve stabilitási dolgokat old meg, tehát hogy tényleg még stabilabb lesz a rendszer. Eddig sem találkoztunk különösebb problémákkal, egyszer volt az, hogy a kijelző valamiért megmakacsolta magát és nem akart bekapcsolni, de hát ez hogy miért fordult elő, ez egy jó kérdés, valószínűleg ez egy tesztpéldány még, tehát olyan nagyobb konklúziót nem lehet ebből levonni, viszont tény, ami tény, abszolút folyamatos a rendszer, jól dolgozik ez a Rockchip 4 magos lapkakészlete, a kijelző felbontása egyébként sem olyan túl magas vagy túl nagy, hogy ezzel gond kéne, hogy legyen. Szóval a működése nem lehet panasz, abszolút folyamatos a rendszer. Még nyilván a szokásos Android fölülről nem lehet lehúzni, alulról viszont igen, ezt ki is lépek innen. Itt vannak az értesítések, miket telepítettünk, milyen e-mail jön, százalék kijelzés és egy gombnyomással el tudjuk tüntetni az összes értesítést, és innen rögtön a beállításokhoz is tudunk menni. Ahol először a fényerőt, láthatjuk, hogy ez a minimum, és ez a maximum. Én most vissza fogom venni körülbelül idáig, mert ez lesz szerintem a legoptimálisabb. Tudjuk ki és bekapcsolni a képernyő elforgatást, illetve az értesítést is, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy szundikálás közben ne jöjjenek meg az e-mailek vagy különféle csipogások a készülékre, akkor ezt is ki tudjuk lőni. Böngészünk! Az első, ami szerintem bárkinek szembetűnik, hogy rá lehet varázsolni a flash-t. Ugye erre is mindig szoktam írni a cikkbe, hogy több verzió van, mert mindig le kell írni, de azon kívül, hogy ugye az Android Jelly Bean óta nem támogatott hivatalosan a flash, tehát sajnos így nem lehet aktiválni. Vannak olyan gyártók, például a HTC, akik fittyet hánynak erre, és ugyanúgy engedélyezik alapból a rendszerben ugye ezeknek a bővítményeknek a futtatását.
De például vannak olyanok is, és ez a többség, aki csak lehetőséget biztosít arra, hogyha feltelepítjük az APK fájlt, ugye, amit az Adobe honlapjáról is le lehet tölteni, akkor aktiválódik a flash. Egyébként ezt ki is be lehet kapcsolni, mindjárt mondom, hogy hol. Ugye speciális, és akkor itt van a pluginek engedélyezése, tehát hogyha én azt mondom, hogy igény szerint, akkor egy frissítés után elvileg nem kéne, hogy megjelenjen. Aha, jó, akkor, ja igen, akkor már rögtön rátérek a Wi-Fi erősségre. Mint látható, amikor itt tesztelünk valamit mobilaren TV adásban, akkor általában látja a mobilarénának a routerét az eszköz, ez innen tényleg egy, nem tudom, 5 méter, 6 méter, jó, vannak közte falak, vagy pontosabban 3 darab fal, de azért szokás látni, ez viszont nem látja, itt is mutatódik, hogy csak a Pro Hardware-nek a Wi-Fi-ét képes felismerni ez az eszköz. Ez azt jelenti, hogy a Wi-Fi erősség az nem túl bizalomgerjesztő, ráadásul egyébként 1 méterre magától a Mobile Arena hálózat forrásától is azt mutatja, hogy 4 chipból 3 az, amit ő képes jelezni. Szóval én most belépek a Pro Hardware-re, addig szemeket behújni, mintha látnátok így egy pillanat, és akkor csatlakozunk, IP címet lekérjük, és mindjárt lesz internetünk, nagyon jó. Szóval visszamegyek a böngészőben, mert ott tartottam, hogy a flash az igény szerint is aktiválható, tehát nem muszáj, hogy mindig működjön. Ilyenkor az történik, biztos már rengetegen látták, ez nyilván most nagyon kellett megint, hogy így is működik, és ha rákattintunk ide, akkor pedig a flash tartalmak is elérhetők. Egyébként semmit nem befolyásol a sebességen, tökéletesen gyorsan tudunk navigálni. Hurrá, ezt azért már elvárhatjuk, de azért jó dolog, hogy egy táblagépnél is tényleg ennyire folyamatos, fluid minden. Ami még egyébként fontos, hogy a kijelző a gyártó szerint 5 ujjunkat tud egyszerre érzékelni, és ami nagyon jó, hogy azt mondja, hogy tök jó, tehát hogy jó, van egy kis késés, ha itt megnézzük, azért látszik, hogy a kis körök az én ujjamhoz képest késésben vannak, viszont ez nagyon minimális, nem kavarodnak össze, tökéletesen látják szinte, hogy én hol vagyok. Ez azért nem mindig megoldotta az ilyen távol-keleti masinák esetén, tehát a kijelzőre abszolút nem lehet panasz, tényleg mindenben ott van, egy felbontásnövelés azért nem ártana, de azt mondom, hogy ennyiért nem zavaró, tehát lehet rajta nyugodtan szöveget olvasni, lehet látni azt, hogy mit ír a böngésző, mi kell lennie több. Mi az, amit még mutatnom kéne? A filmnézés, és itt ez egy Full HD videó lesz rögtön, amiben azonnal be is kapcsolódunk. Ugye amit a lényeg, hogy a Full HD-t azért fontos, hogy vigye ez a készülék, mivel ugye a Micro HDMI van benne. Éppen ezért ugye, hogyha egy nagyobb kijelzőre kötjük, ami már mondjuk Full HD felbontású, akkor azért fontos, hogy egy ilyen minőségű filmet jól megjelenítsen a támlagép, és mint látható, hiába vannak akciódús jelenetek, ezzel egyáltalán nincs gondja a hardvernek. Egyébként, hogyha még lehet, hogyha átkapcsolnám szoftveres dekóderre, akkor még egy fokkal folyamatosabb lenne. Nem, így abszolút nem jó, mert egyébként valamelyiknél pont ez működik, de így is szerintem abszolút vállalható a történet, tehát a filmezéssel nem lesznek gondok. A DivX-et alapból nem játssza le a készülék, viszont mint látható ezzel a programmal már ez is megoldott, és íme ez teljesen DivX formátum. Ah, ez még nem az. Ó, ez a DivX formátum. És ez is tökéletesen megjelenítődik. Tehát filmezésre, böngészésre abszolút alkalmas a VTech-nek a táblagépe. És akkor meg is mutatom egyébként, hogy AnTuTu-ban mit mérhetünk, körülbelül, vagy mit várhatunk. Vagy nem biztos, hogy egyébként megmutatom, csak lehet, hogy le fogom futtatni, miközben majd akkor beszélek hozzátok. Á, és nem volt még. Akkor lássatok egy AnTuTu-t is. Hát közben elkezdek beszélni, mert úgy tűnik, hogy a dupla kamerás dolog az ide nincs behozva ebbe a rendszerbe. Szóval addig akkor elkezdem mondani a többi részét, ami tapasztalat. Ugye az akkumulátornak a kapacitása az, ami nagyon fontos lehet. 4000 mAh-s lítium polimer, azt hiszem, az 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 energiaforrás, ami ebben a táblagépben megtalálható. Ettől én eleve nem vártam sajnos sokat, mert azért ma már ilyen 8-9000-es aksik is vannak, nyilván magasabb felbontáshoz. Itt valamelyik őtök írta egyébként, hogy egy napot bír ki, úgyhogy azért használja. Ez egy kicsikét kevés is. Én azt mondanám, hogy olyan 4-5-6 óra az, ami ettől a táblagéptől elvárható filmnézés esetén. Ez az egyetlen egy, ami tényleg egy kicsikét negatív, lehetne több is, lehetne egy picikét erősebb is. A játékokat meg fogom mutatni.
De közben nézem egyébként a fórumot is. Azt mondja, hogy a töltést elmondtam. GPS elvileg nincsen benne, tehát navigálásra nem tudjuk használni. Van benne ugyan programként a navigálás, viszont ez csak az alap Androiddal jött, ez a történet. Nyilván Wi-Fi-n keresztül meg tudjuk határozni a helyzetünket, illetve tudunk útvonalat is tervezni, viszont csak offline navigációra képes. NFC igen, nincs benne, ezt jól írtátok. És hát igazából már csak a hangszóróra kéne, hogy igazán válaszolnom, de arra fogok is mindjárt, hogyha ez a teszt így lefut. A melegedéssel kapcsolatban annyit lehet mondani egyébként magával a használat közbeni melegedéssel, hogy azért langyosodik a történet itt azért, főleg a hátlap, hogy nyilván a fémnek el kell, hogy vezesse a hőt, és a langyosodáson kívül nem mondanám túl erősnek ezt a melegedést, tehát hogy nem zavaró, érezhető, de én hosszabban próbáltam vele játszani, illetve a benchmarkok, más benchmarkok futatása alapján sem mondhatom azt, hogy melegedik. Ezzel szerintem nem lesz egyáltalán gond, mivel hátlapi nincs, kamera nincsen benne, ezért arról sem kell túl sokat nyilatkozni, az előlapja az pont arra elég egyébként, hogy videócsetelésre alkalmazzuk ezt a táblagépet. Programok terén egyébként nem kapunk ezen kívül túl sok extrát, tehát mindent a Google Play áruházból kell leszednünk, hogyha szeretnénk. És nagyjából ez az, ami egyébként elmondható erről a gépről, még mondom, a zenelejátszó, illetve az USB OTG az, amire kíváncsiak lehetünk. És közben nézem megint a fórumnak a hozzászólásait, de látom, hogy most jelenleg nincsen, szóval még hagyom itt egyébként az Antutunál, hogy végigmenjen, ha már elkezdtük, akkor tényleg lehessen látni, és addig egy előzetes összegzést mondanék, tehát 40 ezer forint ez a VTEC X-TAP 79 QCI, aminek az igazán nagy megszorongatója az talán a Nexus 7 lehet, ugyan refurb is, tehát újra csomagolt verzióban mondom, de olyan 47 ezer körül már megkapható a Nexus 7, ami nagyobb felbontású, erősebb hardware-re rendelkezik, és nyilván egy stock Android van rajta. Ezen is nagyjából, tehát össze lehet hasonlítani a kettőt, viszont arra a frissítés még egy évig talán biztos, hogy ki fog jönni. Na itt is vagyunk, 18.596, így elsőre az Antutu pontszám, amire azt mondom, hogy nagyon jó, tehát hogy nyilván vannak már 30-es értékek az ilyen abszolút csúcsmodellektől, itt van például egy S4, Note 3, amik állva hagyják ezt a gépet, de nem is ez a lényeg, nem ezzel kell nekünk összehasonlítani, hanem például az S3-nál is gyorsabb elvileg ez a hardware, ami már azért mutatja, hogy összeszedik magukat ezek a kínaiak, abszolút, például az S3-ban se egy ilyen vérszegény cucc van, itt a Google Nexus 4, valószínűleg lehet ennél is erősebben, gyöngébbet mérni, de azért egy körülbelül betárgyalása bőven elegendő. És hogyha már ezt mondom, hogy ilyen erős a hardware, akkor nézzünk egy közepes, egy egyszerű játékot. Egyébként látszik, hogy bármilyen visszalépek, azonnal ott vagyunk. Én direkt egyébként a multitaskingot úgy hagytam, ahogy volt, nem lépegettem ki a programokból, és a böngésző is visszalépett oda, ahova kellett, egyes programok, illetve a játék is, tehát az 1 GB RAM-nak a felhasználása tényleg jól van optimalizálva. Na és itt van egy ilyen Rayman játék, ennek most jelent meg egyébként a következő verziója, ezzel iszonyat sok időt el tudtam tölteni, szerintem állati jó, ugrálni kell, felszedni ezeket a kis cuccokat, és tényleg szórakoztató, kikapcsoló játék, és látszik, hogy meg sem akad alatta, pedig azért igazság szerint az a vicces, hogy egyik ismerősünknek az S3-án ugyanez a játék futott, és beveakadozott, tehát ide-oda az S3-nak az ereje, ott is megakadt, iPhone 4-en is megakadt, tehát hogy nyilván azért ez is kell egy kis hardware, azért is mutatom ezt a játékot, hogy nem egy ilyen tök egyszerű cucc, viszont nem is az a legkeményebb grafikai igényű game, hibátlanul fut, tehát azt lehet mondani, hogy felső-közép kategóriai játékokkal szerintem lazán megbírkozik ez a táblagép, és el lehet vele szórakozni. Na. Hát akkor még a zene az, amit én nem mutattam. Egyébként, mint látszik, horizontálisan és vertikálisan lehet használni ezt a kis gépet. Fektetett álló nézetben, akinek jobban tetszik ez a kifejezés, és megnézzük a zenelejátszót. Így meg is hangosítok is rajta, hogy is van ez a... De igen, egyik oldalon van csak. Hát? Thank you.
Remélem hallatok, mert azért annyira nem erős ez a dolog. Hát mondjuk úgy, hogy hallom azért, hogy itt mi dalol, de annyira azért nem egetrengető ez a teljesítmény. Se nem hangos, illetve a mélyek és a magas hangok sincsenek annyira a helyükön, amennyire kellene. Nyilván van egyébként keverés, hangeffektek, tehát hogy tudunk hangszínszabályozót is beállítani. Íme itt is vannak. Fülessel még nem próbáltam, hogy milyen a hangzás, majd biztos, hogy nem tudom, ki írja ezt a tesztet, szerintem Bog, ő ki fogja próbálni egy fülessel is, hogy úgy, hogy szól. Na, hát én azt hiszem, hogy elmondtam szinte minden már, csak egy dolog hiányzik még hozzá, az USB OTG, amit itt megpróbálunk belevarázsolni ide, és akkor meglátjuk, hogy mégis mit szól itt a pendrive, ez egy 4 gigás kis egyszerű PAMA pendrive, tehát minden bizonnyal gond nélkül kéne, hogy vigye, és belemegyek, már villog a kis pendrive-kám, hogy valami kapcsolat létrejött, és ha ez így meg is van, akkor meglátjuk, hogy itt van az Explorer, egy USB-t rányomunk, és itt van. Látszik minden, ami kell. Ha én most szeretnék, mondjuk mit nézzünk még, itt van egy ilyen Katy Perry, jóra nyomtam rá. És működik. Tehát, hogy nincs gond. Működik az USB OTG, igazából a zene megy, akkor ez is tűnöz. Ja igen, van APK installerünk is, tehát hogyha valaki harmadik forrásból szeretné megszerezni a dolgokat, akkor annak is működhet. Na de ha itt van, azt mondja, hogy mi van még itt. Hát itt van egy tételpár, polgárjuk, ó, a régi szép idők emlékére, és itt kiválaszthatjuk, hogy mihez szeretnénk társítani. Szerencsére egy olyan programunk sincs, amivel ez működik, ezért ezt most skippelhetjük, de szerintem tökéletes demonstráció volt az arra, hogy az USB-n keresztüli pendrive olvasás az működik, ez azért mindenképpen egy jó hír, és ezért mutatja azt, hogy próbáltak a részletekre is odafigyelni a V-teknél. Na, hát csacsogtam egy kicsikét, szóval akkor lássuk, hogy mit lehet mondani, én még egyszer ráfrissítek a fórumra, hogy van-e valami, amire azt lehet mondani, hogy meg kell válaszoljam. Mekkora felhasználói tárhely, ezt mondtam, hogy a 6, valahány gigabyte. Szóval itt van a V-Tech-nek az újdonsága, ami mindenképpen tetszetős. Tehát nem azt mondom, hogy egy Best Buy ajánlat, mert nyilván egy picit olcsóbban, ha árulnak, de ez mindenre elmondható, akkor már még inkább ajánlott lenne, viszont így sem rossz. Tehát, hogy ha megnézzük az iPad mininek a használt árait, tehát tök mindegy, ha vegyük az új árat, az ugye 80-90 ezer forint, a használt ár nyilván egy 10-20 ezer forinttal annál olcsóbb, ez pedig 40 ezer forint újonnan, méghozzá ugye 2 év garanciával, ha jól tudom, szóval van szerviz, van mögötte support, és egy teljesen korrektül összerakott dologról van szó, anyaghasználatra is ugye fém, előlap, műanyag, annyi az egyetlen egyébként, nem tudom, hogy mennyire fog átjönni, hogyha én nagyon tekergetem, akkor egy icipicikét a sarkok elszíneződnek, de ez nem vészes, és ehhez tényleg már olyan mértékű mozgatás kell, amit abszolút nem fogunk normál használat esetén véghez vinni. Szóval 40 ezer forintért ez teljesen korrekt, 5 óra üzemidő, van egy normális IPS kijelzőnk, egy iszonyatosan szép formaterm, mert nekem ez nagyon tetszik, át lehet érni egy kézzel, meg lehet fogni úgy, hogy ez nem fog kiesni a kezünkből, pedig tényleg én egy közepes kézméretű embernek számítok, tehát abszolút használható játékra, könyvolvasásra, filmezésre, amire egy tabletnek használhatónak kell lennie, és nem tudom, mit lehet erről mondani, én csak annyit tudok, hogy nekem tetszett. A hangszórója az tényleg nem egy leányálom, de ott a füles be kell dugni, és akkor úgy kell filmezni, hogyha valaki vonaton megy, akkor úgyse hangosan fogja hallgatni a zenét, vagy nézni az adott mozifilmet. De tényleg én pozitívan csalódtam ebben a táblagépben, amit 40 ezer forintért elvártam, azt megkaptam, a Bluetooth sem hiányzik, tehát azért ez fájmásoláskor jól tud jönni, ott az USB OTG, ott a Wi-Fi. Hát nem tudom, megnézem a fórumot, és aztán lezárom a mai adást. Én elmondtam mindent, amit szeretnék.
Nincs is több kérdés. Szóval köszönöm a figyelmeteket, ez voltam én a Vétek táblagépével együtt. A héten még lesz elvileg egy LG Optimus L9-2 is cikkben, lesz majd egyébként egy Prestigio, hogy nem, Prestigio lesz ez, és távolabbi célokat, távolabbi telefonteszteket egyenlőre nem tudok. Lassan egyébként karácsony is, tehát ajándékot is kell vásárolni, de mindenképpen lesz valami, amiről írni fogunk, szóval köszönöm szépen a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, olvasatok, nézzetek minket továbbra is, sziasztok!